ide van, merre lesz a borsó. Ha már ott is van, meg ott is van. Ez itt szerintem egy nagyon jó terület lesz neki. A háza melletti veteményesbe ülteti a most kapott zöldségeket Benke Erika. A fiatal faddinő két általános iskolás gyerekét neveli egyedül. Azt mondja, nagyon jól jön neki a felajánlott vetőmag és a kerti szerszámok, mert a család minden tagja szereti a zöldségeket, és most, hogy a gyerekek nem járnak iskolába, legalább egy kicsit lefoglalja őket a kerti munka. Ők is segítenek a kerti munkában, ez látszik is a kertbe. Nagyon-nagyon szeretik, mert főleg ugye most a virágok is kinyíltak, és hát ugye az újdonság, most már van fekete tulipán, és hát azt is megcsodáljuk, meg amit saját magukkal együtt vetöttünk, például a krumplit, és hát a kislányomnak mutatom, hogy na látod, most kelt ki, és az azért nagyon jó érzés. A zöldségeket és a kerti szerszámokat a Faddi önkormányzat és a Belügyminisztérium társadalmi esélyteremtési főigazgatósága a Maradj otthon és Műveld a kerted nevű program részeként ajánlotta fel 16 rászoruló Faddi családnak. Ismerik azokat a családokat, akiknek ez a kényszerű bezártság azért okoz akár mentális, akár fizikai problémákat. Arra gondoltunk, hogy a kertműveléssel ezt a kettőt egyszerre lehet orvosolni. Maradj otthon, s műveld a kertedet. A Faddi önkormányzat és a Belügyminisztérium főigazgatósága között évek óta folyik közös munka. Korábban például már képzéseket is indítottak együtt egy felzárkóztatási program során. Fülöp János Fad polgármestere azt mondja, a közös projektek célja, hogy segítsenek a település legrászorultabb lakóinak. Mi is támogatjuk azt, hogy nem segélyből kell megélni, hanem dolgozni kell, és ez a település minden segítséget megad. Az igazgatott minden évben van több OK és tanfolyam. Most is folyamatban van 3, amit sajnos meg kell szakítani a koronavírus járvány miatt, de remélem, hogy a nyárra ezek befejeződnek, és ezek az emberek munkát fognak találni a környéken. A vetőmagokból és a kerti eszközökből eddig országosan már több mint 600 rászoruló család kapott.